Sziasztok, Kata vagyok a Tropikáriumból, és most a mulmozás folyamatát láthatjátok. Én a magyar halas rendszernek vagyok a felelőse, és ugye itt a keszegeknél töltődik föl az összes akvárium. Tehát, hogyha ebbe engedem a vizet, akkor itt fog az összes többi akváriumnak is a szintje emelkedni. Na most, ebben a csőben, amiből engedjük a vizet, ez mindig egy kicsit koszos, tehát az összes koszt ide fogja beküldeni az akváriumba, és emiatt van szükség arra, hogy ezt az egy akváriumot sokkal többször takarítsam ezzel a módszerrel, mint a többit. Ennek annyi a lényege, hogy ugye elindul a víz, elkezdjük szívni ugye az akvárium aljáról, és mivel oda megy bele a lukba, ezért a víz súlya húzni fogja folyamatosan, tehát folyamatosan áramlik motoros meghajtás nélkül a víz a csőben, és folyik ki a lefolyóba. És így a koszt, ami leülepedett az aljára, azt szépen fel tudom porszívózni ezzel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!